Így néz ki a különleges kinézetű pampanyúl, földünk második legnagyobb rágcsálója. Megjelenése olyan, mintha egy nyulat kereszteztek volna egy őzzel. Hatalmas, hosszúkás fejük és nyúlszerű lábaik vannak. Valójában azonban a tengeri malac félék családjába tartoznak. A nyíregyházi állatparkban élő három tenyészpár közül most mindháromnak születtek utódai. Ők májusban és júniusban látták meg a napvilágot. Egy nőstény egy évben csupán kettőször ivarzik, akkor is csak pár óra erejéig. Tehát a kiszemelt párnak, hímnek ott kell lennie minden egyes pillanatban a nősténél, hogy a kellő időpontban ott lehessen. Illetve mikor megszületnek az apróságok, akkor a nősténynek rengeteg energiát kell befektetnie, hogy a kicsinyeit táplálja és maga is táplálkozzon. Mivel fűfélekkel táplálkoznak, ezért lehajtott fejjel történik mindez, és nincs ideje arra, hogy a ragadozókra figyeljen. A rágcsálókra nem jellemző módon a Dél-Amerikában őshonos nagymara monogám kapcsolatban él, egy életre választ párt, a kölyköket pedig együtt neveli fel a szülőpár. A három hónap vemhességi idő után világra jött kölykök már 24 órával a születésük után képesek önállóan járni, ekkor még leginkább a rejtett kotorékban tartózkodnak. De a különböző életkorú utódok napsütéses időben előszeretettel tartózkodnak a föld felszín felett is. Jelenleg 11 tagot számlál a csapat, de ez napról napra változik, hiszen három tenyészpárunk is van. Jellemző rájuk, hogy általában a párok elkülönülnek egymástól, ahogy megszületnek az apróságok, ilyen különleges kolóniában kezdenek el élni, ahol ugyan a nőstények nem szoptatják egymás kicsinyeit, de vigyáznak egymásra. Támadás esetén a marák csak a menekülésre hagyatkozhatnak. Meglehetősen gyorsak, 1 kilométeren keresztül képesek tartani a 40 km/h sebességet.